sas és az ember barátságot kötött. Egyszerű gondolat volt a szándék mögött. Azt is kigondolták, közel fognak lakni. Egymás közelsége barátin fog hatni. Növény, állat, ember megtalálta helyét. Tisztelték a puszta évezredes rendjét. Jutott ott hely és étek mindenféle lénynek, s a táplálék láncát senki sem töré meg. Történt pedig egyszer, mohó lett az ember, s rendelkezni akart minden élelemmel. Nem nézték jó szemmel az önjelölt urak, hogy sasé legyenek, apró vadak, s nyulak. Na, mi a helyzet? Két madárat tettek, azt a mérgezés. Két róka is. Másfél óra. Etetőhelytől egy olyan 2,5 kilométer. Ott van beszórva szerintem. Ötben egy új veszélyforrás ütötte fel a fejét. Egy év alatt 10 barlangi sas mérgezés történt. Az egyértelművé vált, hogyha ez a probléma ilyen mértékben elkezd erősödni, akkor a kipusztulás közvetlen szélére tud kerülni a barlangi sas. A populációnak a 10%-át megszünteti. Ez nagyon-nagyon súlyos dolog. 2012-ben barlangi sas az a faj, ami legnagyobb egyetszámban áldozatul esett a mérgezéseknek. 2012. január 1-ével elindulhatott ez a Helikon névre keresztelt live projekt. A barlangi sas azok közé a fajok közé tartozik, amik kipusztulással veszélyeztetettek. Az Európai Uniós állománynak a kétharmada Magyarországon költ, ez nagyjából egy 160 költőpárat jelent, és ennek a megőrzéséért nagyon sokan dolgoztak, illetve nagyon sok pénzt áldozott a Magyar Állam, illetve az Európai Unió is, és ezt a több évtizedes természetvédelmi erőfeszítést tették gyakorlatilag pár év alatt tönkre azok, akik elkezdtek mérgezni Magyarország szerte. Horváth Márton vagyok, a Madártani Egyesületnek mérgezés ellenes projektjének a vezetője. Ide állítottuk ki így Endrékkel ezeket a tetemeket, tehát ennyi frissen elpusztult sas Magyarországon még nem nagyon volt egy helyen. Ez az egészen közös táplálkozás volt, de volt olyan madár, ami úgy került be, hogy és az élő madár volt, egy föld labda volt a karmok között. Ugye ez a karmok után mérgezésnél az elég jelentő dolog. Két szirt is as, 6-7 rét is as, a többi az karmok is as, és van még egy írségi mérgezésből ugyan 11 egerészőjű is. Ez egy jelöletlen szirt. Ez is ugyanaz az adatalkot, Vaskó. 2012. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság tradicionálisan az egyik legfontosabb nemzeti park volt a parlagisas szempontból Magyarországon, hiszen amikor a 70-es években a kipusztulás szélére került a faj, akkor az utolsó párok a Mátra, Bükk hegységben, illetve az akkor még szintén a Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó zempléni tájvédelmi körzetben voltak fellelhetőek. Ha jól tudom, a jelenlegi állapotban az országos állománynak körülbelül 25%-a fordul elő az igazgatóság területén. Ez a faj alapvetően pusztához kötődő faj, de korábban, a évtizedekkel ezelőtt, jóval kisebb egyetszámban, de a hegységben voltak leginkább jellemzőek. Az itteni védelmi intézkedések tették azt lehetővé, hogy szépen lassan el tudott kezdeni növekedni ez az állomány, és el tudta kezdeni az alföldi területeket meghódítani. A faj gyakorlatilag leköltözött a pusztára, az új élőhelyek használta nyilván új problémákat hoztak.
azt a három nemzeti parkigazgatóságot kerestük meg, ahol a legnagyobb parlagisos állományok találhatóak. A jársági területen fészkel a 140 párból ugye 33 pár. Itt a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság területén, pont a Borsóhalmi legelőn kezdtük meg az első évben a parlagisas fészekőrzést. A fészekőrzés Magyarországon már nagyon régóta zajlik, de nem feltétlen parlagisasnál. Én magam is még suhancként, 10 éves koromban vettem részt Börzsönybe Vándorsólyom, illetve Kerecsensólyom fészekőrzésen. A Nemzeti Parkhoz tartozott még a saját működési területén a műfészkek kihelyezése, ami egyszerűen csak arról szólt, hogy biztonságos fészkelő helyekre csábítsuk a parlagisast. A harmadik nemzeti park pedig a Körösmaros Nemzeti Park volt, akit megkerestünk. Fő célkitűzéseink voltak a meglévő saspárainknak a megtartása, és ezeknek a revíreknek a növelése. És ez hál' Istennek sikerrel is zárult, mert 17 revírt foglaló párnál tartunk, itt a Déjoványi Egységi Puszták területi egységen. Ott, ahol újonnan jelenik meg a faj, ott általában több a probléma is, hiszen az ott gazdálkodók nincsenek hozzászokva, hogy egy ilyen fokozottan védett nagy termetű ragadozó madár költ a területen. Részt vettünk mi is a parlagisas fészekőrzésekben, sajnálatos módon egyre több madár kerül elő költési időszakban mérgezés gyanúval. Magyarországon körülbelül a költéseknek a 20-30%-a sikertelen, ami mögött egyrészt az áll, hogy nincsenek megfelelő öreg fák, ahol tud költeni a faj, és a több mázsás fészkek nagyobb szél, vihar esetén leszakadnak. A másik komolyabb veszélyforrás, zavarás miatti meghiúsulása a fészkeknek. Itt arról van szó, hogy kora tavasszal olyan helyre költenek a parlagisasok, amiket ők úgy ítélnek meg, hogy zavartalan, de gyakran áprilisban, májusban, amikor tojások vagy kisfiókák vannak a fészekben, akkor ezek a helyek rendkívül zavartá válnak. Hát egy üzemelő gépet meg tud szokni a madár még viszonylag közelebbi távolságon is, hogy elvileg az nem okoz problémát, de ha megáll, kiszáll egy ember, az egyértelműen felirányuló veszélyként érzékeli, és kotlásos időszakban, hogy egy bő óránál tovább szabadon marad a tojás és hűvös vonat, az a költés meghiúsulásához vezethet. Ugyanez lehet kisfiókás állapotban, de csak kisfiókáknak a hőháztartása még nem túl stabil. Ilyenkor, ha zavarás miatt az anya nincs a fészekben, könnyen kihűlhetnek. A fészekőrzésnek van haszna. Az adott fészket, amit éppen őrzünk, annak a környezetét zavartalanná tudjuk tenni azáltal, hogy figyelmeztetjük az arra járó embereket, figyelmeztetjük az ott gazdálkodókat, hogy most ne ott álljon meg a traktorral ebédelni, hanem csak 200 méterrel arrébb. Neki nem kerül semmibe, viszont így zavartalanná tudja tenni egy fokozottan védett faj költését. Nem kell bistróba élnek? Figyeljetek csak! Érzem a légkamrát a szememen, tehát élnek! 2012-ben egy déjoványai parlagisas revírben a hímmadarat elpusztulva találtuk a fészek mellett. A tojó az rendületlenül kotlott. Egyetlen egy megoldás volt, hogy a tojásokat mentsük a fészekből. Beszállítottuk a túzok védelmi állomásra. Durván 2 hét múlva kikelt a tojásból Gizi és Bendegúz. Nagyon örültünk a kis madaraknak, nagyon szépen gyarapodtak, szépen fel tudtuk nevelni őket olyan 12 napos korig. Ez nagyon fontos volt, ez a 12 napos kor, mert hogyha tovább neveltük volna, akkor káros emberi bevésődésük lett volna, ezért azonnal meg kellett kezdeni az ő repatriálásukat, a visszahelyezésüket a természetbe. Egyiket Szeghalom térségébe helyeztük vissza egy parlagisas fészekbe, másikat egy fokozottan védett területet Déjoványa térségébe helyeztük vissza. Megnézzük a Gizi nevű madarunkat.
hogy mi van vele. Ő Gizi, az adoptált testvérpár, tojó egyede. Nagyon szép, egészségesek a tollai, semmilyen sáv nem látható benne, gyönyörű madár, és hál' Istennek egészséges is, teljesen rendben van. Attila, a gyűrű nincs benne a fészekbe? Kék gyűrű. Minden. Egy fióka igaz, hogy ki van esve, de annak a lábán nem találtuk meg a gyűrűt, és itt az egyik madáron sincs rajta a csibe gyűrű, amit elhelyeztünk. Úgy... Tessék? Az utolsót, amit küldtem, azon rajta van. Rajta van? Aha. Bendegúz, itt van, tényleg rajta van? Nézzétek meg. Igen. Tényleg rajta van. De Bendegúz él. Ez egy sikertörténet volt, mert egyszerre két fiókát sikerült így felnevelnünk, és nagyon szépen tudtuk őket nyomon követni, tehát az interneten nagyon szépen lehetett látni, hogy merre mozognak ezek a madarak, teljesen úgy viselkedtek, mint a vadfajtársaik. Nagyon fontos partnerünk a természetfilm.hu Tudományos Filmhely Egyesület, akiknek a főszerepe a projekt során az az, hogy bemutassák ennek a 8 egyéb szakmai szervezetnek a munkáját, és olyan kis filmek készüljenek, amelyek megfelelően be tudják mutatni a projektnek az eredményeit. Illetve egy másik nagyon fontos akció az online kameráknak az üzemeltetése. Ez bebizonyosodott, hogy egy nagyon jó eszköz arra, hogy több százezer embert is elérjünk egy-egy természetvédelmi projekttel. Ez egy óriási kihívás volt számunkra. Puszta, semmi kellős közepére kellett egy olyan rendszert fölépítsünk, ahova áram kell, gyors sávszélességű internet kell, és ezt mind ki kellett találni, hogy ezt hogy fog tudni megvalósítani. A kommunikációs oszlopot állítjuk, ami egyben a napelemet is tartja. Ezek fogják megtáplálni a kamerarendszert, amivel a fészket figyeljük, illetve innen küldjük tovább a képet is, amit a három kamera rögzít, és ezt fogjuk egy távoli helyen rögzíteni egy szerveren. Már az első évben nagyon érdekes jeleneteket tudtunk megfigyelni a kamerán keresztül. Egy parlagisas fészekre, amire kihelyeztük a kamerát, a sas ugyan nem költött sajnos bele, viszont abban az évben megjelent benne kerecsensólyom, beleköltött egy tőkésrécetojó, a tőkésrécetojónak a tojásai valahogy egyik napról a másikra eltűntek, utána egy egerészőpár kezdett el mozgolódni a fészek környékén, majd tavasszal egy pár vörös vércse kotlott le. Miután kikeltek a fiókák, még nagyon picik voltak, pelyhesek, egyik éjszaka egy nyes fölkuszott a fára, és megölte az összes fiókát. Parlagisas fészkel, ugye fészkelési időszakban van kihelyezve a kamera, majd ez a technika, ez átkerül a Jászberényi régióba, egyetető helyre. Ahol ugyancsak érdekes megfigyeléseket lehetett tapasztalni. Ilyen volt például, amikor pár fiatal parlagisas lent táplálkozott a dögökön, és megjelent egyszer csak egy vörös róka, akit az egyik fiatal sas elkergetett. Ilyet a természetben nagyon ritkán látni. Egy másik esemény is érdekes volt, amikor egyik éjszaka két róka tűnt föl, és a két hátsó lábukra állva táncnak neveztük el a jelenetet. Szakemberek próbálták kielemezni, nem nagyon kaptunk rá pontos választ, hogy ez a jelenet ez miről szólt volna. Az volt a tapasztalatunk, hogy annál nagyobb figyelmet lehet elérni, hogyha megpróbáljuk egy kicsit
emberiesíteni a parlagisasokat, és ennek keretében több példányt elneveztünk. Elsősorban ezek olyan madarak, amiket műholdas jeladóval láttunk el, tehát folyamatosan nyomon tudtuk követni, hogy mi történik vele, illetve olyan példányok, amiknek valamilyen nagyon érdekes volt a sorsa. A projektben alkalmaztunk egy újszerű monitoring módszert is, amit eddig Európában, illetve a világon se nagyon alkalmaztak még ragadozó madarak monitorozására, ez a genetikai nyomkövetés. Bármiféle szövetből én tudok egy ilyen új lenyomatot készíteni, amely az egyednél állandó. Az az ideális, hogy ebből a sok DNS adatból felállítunk egy adatbázist, ami tartalmazza lehetőleg a teljes lefedettségét a Kárpát-medencei parlagisas populációnak. A költőmadarak ugye évente lecserélik a tollukat, és spanyol kutatókkal közösen még korábban kidolgoztunk egy módszert, hogy hogy lehet ezekből a vedlett tollakból megfelelő minőségű DNS-t kivonni. A Helicon Life projektben ez az egyik fő indikátor, hogy milyen arányban cserélődnek ki ezek az öreg madarak a költő területeken, amit hagyományos módszerekkel egyébként nem lehetne megbecsülni. A faroktollból 90%-os a DNS kivonás sikeressége. Az evező tollakból, mint például ez itt, ez 85%-os, az ilyen pici fedő tollakból pedig csak 80%-os, de ez függ más tényezőktől is. Tehát a Life Projectben a DNS munka elsősorban arra irányult, hogy a költőpárok lecserélődését monitorozzuk. A vedlett tollak alapján például sikerült kiderítenünk, hogy Magyarországon gyakorlatilag évente minden 8. ilyen madár lecserélődik, ami azt mutatja, hogy egy elég komoly pusztulási tényező van a háttérben. Egy év alatt 10 parlagisas mérgezés történt. Egyetlen olyan súlyos behatás, amely a populációnak a 10%-át megszünteti. Hát ez nagyon-nagyon súlyos dolog. A parlagisasokra korábban az áramütés jelentette a legnagyobb veszélyt napjainkban, sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a mérgezések miatt pusztul el a legtöbb példány. Itt egy kifejlett parlagi sasunk van, aminek hát egy gyanús jelet már is látunk a mérgezésre, ezek a görcsbe szorult lábvégek, itt a avart és földet markoló lába látszik a madárnak. Ez általában hát karbofurán mérgezésre elég jellemző, tehát agóniában így pusztul el a madár. Az első két emiatt elpusztult parlagisast 2005-ben találtuk, és akkor még nem gondoltuk, hogy ez egy nagyon rossz tendenciának a kezdete. Ezután 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban minden évben egyre több sas került elő, és hirtelen több tucat példány pusztult el emiatt Magyarországon. A szakmai csoport, akivel együttműködtünk, azok az állatorvosok, ezen belül a vezető szerepet a Fővárosi Állat és Növényi Kert állatorvosai végezték és végzik országosan. Én is madarász vagyok, ezért sok madarász, amikor megtudta, hogy kerültem az állatkertbe, akkor még több ilyen sérült madár került be hozzánk. Az volt a lényeges szempont, hogy mondjuk legalább az első segélynyújtás szintjén legyen egy olyan megyénkénti lefedés, ahol, hogyha a természetvédelmi őrszolgálat, magánemberek egy ilyen sérült, mérgezett madarat találnak, akkor legyen kihez fordulniuk. Az állatorvosi hálózatot az ő főállatorvosuk segítségével próbáltuk meg kialakítani a projekt alatt. Viszonylag egységesen kezeljük ezeket a madarakat, továbbképzéseket szervezünk. Ezek mind-mind olyan szempontok voltak, amelyek akkor kerültek elő, amikor elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan lehetne ezt jobban csinálni. Látták ma hajnalban. Lába göcsös? Igen. Kicsit nem. Az biztos, hogy maga vette egy nagy seb.
mi egy szakellátóhely vagyunk, nekünk megvan az a rendszerünk, mind az elhelyezésben, ugye egy karanténépület, ahol vannak olyan nagyobb röpdéink, ahol ilyen madarakat el tudunk helyezni, vannak kisebb tartóhelyeink ezen a helyen, ahol mondjuk igen legyengült állatokat tudunk laborálni, és van egy olyan tapasztalatunk, felkészültségünk, műszerparkunk, hogy próbáljuk a lehető legjobb tudásunk szerint ezeket az állatokat ellátni. Ezt csak le kell majd tenni a földre, jó? Jó. Természetesen olyan problémákkal is találkoztunk, amelyek másfajok esetében is az, hogy mondjuk gépjárművel ütközik, konkrétan például volt, hogy vonattal ütközött, nyilván a vonatnak csak a szelet csapta meg a madarat, de az elég volt ahhoz, hogy komoly sérüléseket szenvedjen. És hát sajnos a lőtsérülések is, ami nem csak a parlagisasnál fordul elő, hanem rengeteg olyan fajjal találkozunk, ahol nem is feltétlenül a lövés miatt kerül be az állat, mert az is elképzelhető, hogy a lövés az egy melléklet. És mondjuk egy például a mérgezés miatt bekerült madárnál rutinszerűen készítünk egy röntgenfelvételt, és akkor látjuk, hogy hát hoppá, ezt a madarat korábban meg is lőtték. Ez teljesen vált, ez egy szövet irritáció, csontszövetnek az irritáció, hogyha összehasonlít. De látod, hogy tök jól tud belrepülni. Ha ezt hozzányúlnánk, ezzel csak kárt csinálnánk. Aha. Úgyhogy igazából ugye a madarat megvizsgáltuk, hogy van benne valahol itt egy sörét össze, meg valahol itt hátul a fenekénél. Három sörét szem is van benne? Igen. Azt tapasztaltuk, hogy a szándékos pusztítás során, vagy egy apró vadgazdálkodó, vagy egy házi állattartó, vagy egy galambtartó, vagy akár egy halakkal gazdálkodó úgy szeretné megvédeni az általa féltett vagy használt állatokat, hogy mérgezett csalétkeket helyez ki, és ezzel a természetben előforduló ragadozókat megpróbálja elpusztítani. Mi a szokásos műsort eljátszok, hogy pontosítjuk a kutyát. Lehet vele Gábor egy kicsi kis tribet játszani. Egy kis közelítsd meg, ugassad. Legyen kontroll alatt a kutya végig. Azaz, dicsérd meg, okos vagy. Nagyon jó, pozícionált a kutya, nagyon jó. És tökéletes, nagyon jó, ez, szuper. Teljesen normális az, hogy a kutya megtalálja, fölveszi, megpróbálja felvenni a szemkontaktust, beáll a kutya abba a pozícióban, a legjobban érzi a madarat, nagyon szépen körbe szagolja a kutya, annélkül, hogy hozzányúl, és ez a legfontosabb a biztonság szempontjából, hogy a kutya még csak álmába se gondoljon arra, hogy megfogja a madarat. Nagyon szépen csinálja. Közép-Európában először alkalmaztunk méregkereső kutyát. A Falco nevű németjuhász sikerült az Országos Rendőrfőkapitánysággal együttműködésbe kiképezni. Kutyának a kiválasztása az egy nagyon hosszú folyamat volt. Előre kiválogatott 10 hónapos keresőkutyát néztünk meg Nógrád megyében az ORFK kutyakiképzőinek segítségével. Végül 2 kutyát választottunk ki, Falkót és Vércsét, és ez a 2 kutya volt, akik beköltöztek az ORFK Dunakeszi kiképzőközpontjába. Vércse azóta aktív robbanóanyag kereső kutya lett, lassan 1 éve ezt a munkát csinálja. Falkó igazából olyan, mint egy rossz gyerek, iszonyatosan hiperaktív, és állandóan dolgozna, mindig 100%-on pörög, de nagyon, nagyon szerethető jellemben van neki, és a nem utolsó sorban a munkájában pedig iszonyatosan jó. Az egyik legfontosabb feladatunk az ugye az volt, hogy ezeket a bűncselekményeket megpróbáljuk felderíteni. Több száz bűncselekményről volt tudomásunk, viszont nem mondtak felelősségre gyakorlatilag senkit a projektet megelőzően. Ákos! Itt a másik öreg! Nagyon örültünk neki, hogy a Nemzeti Nyomozóiroda is elvállalta a partnerséget ebben a projektben,
és az ottani szakemberek gyakorlatilag amellett, hogy konkrét nyomozásokat is elkezdtek végezni, gyakorlatilag a helyi rendőrösöknek, rendőrségeknek mindig szakértői segítséget nyújtottak, és ennek is köszönhető, hogy több ügy eljutott bírósági szakaszba a projekt alatt. A kutya kiképzése és beállítása előtt, illetve a jeladók felhelyezése előtt véleményem szerint az elpusztult madarak nagy száma elő sem került, hanem valamilyen szinten a területen, a határban maradt felfedezetlenül. A kutya alkalmazása előtt szerintem a elpusztult madaraknak a 80-90%-át nem találtuk meg. 13. szeptemberében kezdtük el az éles kereséseket és az éles helyszíneléseket. Az első egy évben közel 100 mérgezésben elpusztult állatnak a tetemét és mérgezett csalétkeket találtunk meg. Olyan mérgeket használnak, amik európai uniós szinten betiltásra kerültek már lassan egy évtizede. Nagyon erős idegméreg, véletlen szinten is bekerülhet egy emberi szervezetbe, és onnantól kezdve ugyanaz a vége, mint egy ragadozó esetében, a halál. A mi sikerélményünk az egy szomorú esemény, egy állatnak a pusztulásával kapcsolatos. Nagyon rossz érzés egy elpusztult sasnak a tetemét megtalálni, viszont azzal, hogy megtaláljuk ezeket a tetemeket, de leginkább a mérgezett csalétket, tudjuk, hogy azzal segíteni tudunk, hogy más állat már ne pusztulhasson el. A kutya, illetve a jeladó a felderített, illetve képbe került elpusztult madarak számát jelentősen megnövelte, viszont elkövetők felderítésében viszont nem tud igazából segíteni. Ez egy olyan jellegű bűncselekmény, ami gyakorlatilag tanút nélkül zajlik le. Egy ember a határba kimegy egyedül, kiszórja a csalifalatot, senki nem látja, innentől kezdve függ a szénak az alban megtalálása. Az is előfordult, hogy kifejezetten sasfészek mellé tettek kimérgezett csalétket, hogy az ott költő saspárt eltávolítsák a területről. Természetvédők elkezdtek gondolkodni azon, hogy lehetne hatékonyabbá tenni a felderítést. Vadkamera volt az egyik megoldás. Etetők környékére, a fokozottan védett madarak fészkének környékére helyeztek ilyen kamerákat. A kamera nagyon szépen rögzítette azt, amint az elkövetők a mérgezéstől elpusztult madarakat kiásták, elásták, illetve a bűncselekmény kiderültét követően elvitték onnan a helyszínről. Azok, akik ezeket a mérgezéseket elkövetik, egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy jeladózás folyik, hogy ezeket a madarakat sokkal jobban tudjuk, hogy merre járnak, felvilágosító munka folyik, lebukhatnak sokkal könnyebben, a természetvédelmi őrszolgálat, a madártani eset munkatársai mind-mind ki vannak erre a témára hegyezve, tehát szerintem ennek komoly visszatartó ereje van. Kölcsös láptartásom, az ilyen idegrendszeri tünetek, ez alapján azonnal mérgezésre, kardiovaszkuláris mérgezésre kezeltük, és arra reagált. És arra nagyon jól reagált, igen. Durván szerintem még egy hét kell, hogy a kondíciója megfelelőképpen. Kicsit még erősödik nálam Gabi egyikkel. Gondolzzák, és akkor durván egy hét múlva, de erős vagy fogok értesítést küldeni. Akkor elengedjük, csak az lehet, hogy egy mindenki túlra, mert az a praktikus, hogy volt engedjük el a megtalálási helyet. És ha arról beszélünk, hogy mennyire sikeres a természetben van ennek értelme, akkor azért érdemes arra is visszagondolni, hogy mondjuk 20-25 évvel ezelőtt hány pár parlagisas volt Magyarországon, és most hány pár parlagisas van, tehát többszörös a szorzó. Nagyon fontos az ismeretterjesztés, szóval ne féljünk ettől az állattól, mert nem ő lesz az, aki a vadlétszámot, az apró vadlétszámot oly mértékben csökkenti. Sokkal nagyobb probléma valószínűleg
az újra meginduló, nagyüzemivé váló mezőgazdaság miatti élőhelyvesztést. A rovatgazdálkodás esetén a legfontosabb, hogy olyan mezőgazdasági környezet legyen, ami meghagyja azokat a természetközeli élőhelyeket, amire az aprovadaknak és egyébként a védett madaraknak is szüksége van. A nagyüzemi gazdálkodás, az egy nagyobb parcellás gazdálkodások, a kis elválasztó fás szegélyek, cserék, bokros szegélyeknek a hiánya, ez az aprovad szempontjából nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy mindenképpen próbáljuk meg azokat a szakmai csoportokat felvilágosítani, akik ilyeneket elkövethetnek, hogy ne ragadozókba keressék a fő ellenfelet, hanem hogyha gazdálkodni akarnak, akkor nézzék meg, hogy ténylegesen mik azok a környezeti tényezők, amikkel foglalkozni kell. A csapdának kíméletesen kell elpusztítani a belé került ragadozót. Előre lehetőleg meg kell tudnunk mondani, hogy mi fog belekerülni és mit fogunk fogni a csapdával. A csapda alapállapotban így néz ki. A csapdának az energiáját két szembefordított, meghajlított féderrugó biztosítja, ami gyakorlatilag akkor energiát szolgáltat, amivel el lehet pusztítani egy rókát, aranysakát vagy egy borzot, úgyhogy közben eszenvedjem. Ugyebár a legtöbb probléma az szokott lenni, hogy minden internetes fórum azt mondja, mi van, ha belelép valaki, mi van, hogyha arra jár valaki, mi van, hogyha keresztül megy rajta valaki. Hát ez van. Gyakorlatilag még keresztül is lehetne esni rajta, ez így nem fog elsülni. Szakmai csoport, akiket megkerestünk, azok a vadászok, ezen belül is az Országos Magyar Vadászkamara. Ez az első talán olyan kifejezetten természetvédelmi célú projekt, ami a vadászokat, a vadgazdálkodókat is segíti. Valamennyi hivatásos vadász, durván 3600 az országban, kötelezően tagja a vadászkamarának, így megvan az a fórum, ahol mindenkit elérhetünk. A legtöbb mérgezéses bejelentés is vadászoktól érkezik hozzánk, illetve a másik szomorúbb része a történetnek, hogy jelenleg mind a négy vádlott, aki a projektnek köszönhetően bíróság elé került, az mind a négy hivatásos vadász. Úgy látom és azt tapasztaltam, hogy ez alatt a projekt alatt valamennyi érintett, akiről feltételezzük, hogy mérgezi az állatvilágot, és nem kifejezetten a parlagisast, hanem mondjuk a ragadozókat, legyen az mezőgazdasági földhasználó, legyen az állattartó, legyen az, ne adj Isten, vadászatra jogosult. A projekt lehetőséget teremtett arra, hogy olyan új alternatív módszereket és ismereteket adjunk át nekik, amellyel a mérgezésen kívül más eszközökkel lehet kezelni az esetleges konfliktusokat. 2003-ban hívtuk életre a Sasszinkron elnevezésű programot, ami abból áll, hogy január középső hétvégéjén országosan több száz ragadozó madarakkal foglalkozó szakember elvégzi a egy-egy területen a ragadozó madarak számlálását, elsősorban a sasokra koncentrálva. A helikon monitoring egybe van ezzel. Innen indultunk, itt láttuk az első rétisast. Aztán viszonylag sokat jöttünk a vasúti sínek mellett, mire megláttuk az első parlagisast. Az mozgott innen ide. Utána itt láttuk a második parlagisast. Ez pedig itt van is egy fészek nekik, ebben állt a költ, és akkor innen mozgott erre. Az elmúlt most már 11 néhány év alatt azt lehet látni, hogy gyakorlatilag minden évben egyre többen vesznek részt ebben a programban, és egyre nagyobb területet sikerül lefednünk, és amellett, hogy nyilván a költőpárokat a tavaszi-nyári időszakban próbáljuk folyamatosan számon tartani, ezzel a téli sasszinkronnal a Kárpát-medence telelő állományáról is egy pontos képünk van, hogy hogyan alakul évről évre. Ez a projekt, ez több annál, mint hogy egy mérgezett sast megpróbálunk megmenteni, és visszaengedni a természetbe. Az embereknek a figyelmét szeretnénk arra felhívni, hogy ezek a sasok ezek milyen helyet foglalnak el a természetbe, mennyire fontosak mondjuk a táplálékláncba, és hogy ezeket az állatokat nem kell bántani. Ezekkel az állatokkal valahogyan együtt kell élni. A fővárosi mellett egy másik állatkertet is megkerestünk, ahogy említettem, a Jászság az egyik fő projekt területünk, és itt a Jászberényi Állat és Növénykert egy kis területen, de nagyon szépen kialakított állatkert. Közel 80 ezer látogató fordul meg évente, akik nem csak a térségből, hanem tágabb körzetből is jönnek. Nekünk az a feladat maradt, hogy az embereknek a figyelmét felhívjuk erre a dologra, és megértessük velük, hogy itt nem veszélyes ragadozókról van szó, hanem hasznos állatokról. Az embereknek a gondolkodását megváltoztatni,
azt nem lehet egyik pillanatról a másikra. Egy oktatóházat alakítottunk ki, ahol parlagisas védelmi és mérgezős megelőzési kiállítás van. Abban is fontos szerepet játszik, hogy a biciklista nősvényünknek a kezdőpontja, ami a sasközpontnál ér véget. Azt gondolom, amikor az ember elenged egy sast, vagy ott van egy ilyen madárnak a visszaengedésénél, az egy talán egy egész életre meghatározó élmény. Ugye mi itt az állatkertben viszonylag sok fajjal dolgozunk, nem tudom, perzsa leopárdokkal, a kaukázus, nagyon messze van, de amikor itt a házam mellett gyakorlatilag élnek ezek az állatok, és a saját közvetlen környezetemben tudok egy ekkora madarat elengedni, tehát a méreteire mondom most, hogy ekkora, tehát hatalmas egy sas, én kis pintyekkel foglalkozom otthon, hát a madárnak a feje akkora, vagy a szeme, és akkor itt van a hónad alatt egy ilyen több kilós jószág, és látod elrepülni nagy büszkén, és tudod, hogy ennek te adtál vizet, te adtál neki kaját, és sikerült ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan hátborzongató élmény, hogy libabőrös lesz tőle az ember, és ez a csúcsa ennek az egész dolognak. Hónok a rókából lettek, mert a róka meg van nyitva. Ott van a róka. Ott a róka. Ott meg a magát. Látod, hogy ezek a hónok meg kényel rejtenek. Nem tudom, tehát elúszítani bárkit nem lehet, de vannak itt a sasközpont környékén, ilyen még sose történt. Pont itt a sasközpont, tudjuk, hogy... De a rókát találtatok többet? Nem. Semmi, nem? Szerintem volt maga ilyen. A róka a csalú, tehát vagy meglőtte, beszólta. De ez elég friss. Ez friss, ez tegnap itt. Projektnek a hatása, illetve az itteni munkának hatása, hogy sikerült egy olyan mederbe terelni az úgymond gazdálkodói gondolkodást, illetve azoknak a gondolkodást mondját, akik a illegális cselekményeket elkövették annak idején, hogy itt megállt ez a dolog. Nagyon nehéz mérni egy ilyen programnak a sikerét, de a magam szempontjából én leginkább ezt abban látom, hogy mindenki tudja rendszerben, hogy mi a dolga. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk az itteni vadgazdálkodókkal, és biztos vagyok benne, hogy ilyen jellegű cselekményt ők nem végeznek ezen a területen. Madármentéssel, ez a tevékenységgel elsősorban állatkertek, illetve néhány olyan magánszemély foglalkozott, aki ezt szívügyének tekintette, és nem volt egy olyan fajta átgondolás, hogy ez az egész országban valamilyen szinten területi lefedettség legyen, és most a Teászberényi Állatkert a közelében a sasközponttal, akik ugye még inkább az élőhely közelében vannak, és ez egyfajta ötlet volt a program elején, hogy azokat az állatkerteket bevonni, akik ott vannak a tényleges élőhelyek közelében, és ez úgy néz ki, hogy működik. Sasközpontban sikerül bemutatni azokat a fokozottan védett fajokat, amik jellemzőek mondjuk a járságra. Gondolok itt a parlagisasra, rétisasra, kékvércsére, kerecsensólyomra. Ezek a madarak már olyan el nem engedhető madarak, akik valamilyen sérülést szenvedtek, önálló életre már képtelenek, így az oktatást szolgálják, illetve a bemutatást szolgálják. Emellett van bemutatóterem, ott gyakorlatilag ilyen játékos formában ismerkednek meg a ragadozó madár védelemmel. Nagyon érdekes dolog az, amikor elmennek az állatkertből az óvodások adott esetben, és néhány hét múlva jönnek, és mondják, hogy rajzoltam egy sast, és ezt az állatkertnek hoztuk, és tessék ezt eltenni. Tehát ezek mind olyan visszajelzések, amik azt jelzik, hogy ezt érdemes ezt a munkát csinálni. Szerintem az óvodások tudnak a legtöbbet tenni. Ők lesznek azok, akik utánunk ezen a földön élnek, és ha most nem ismerik meg ezeket az értékeket, meg a természet fontosságát, a természetvédelem jelentőségét, akkor később meg már hiába próbálkozunk velük. Nekik természetes lesz az, hogy nem szemetelünk, nem dobjuk el a palackot, természetes lesz az, hogy nem lököm le a madárfészket, hogyha találok valahol, vagy egy fiókát, akkor nem gyűjtöm be, és nem kezdem el otthon etetni be esetleg, vagy elpusztítani, hanem szeretettel fognak rá gondolni, jó élményekkel fognak rá gondolni, mert így ezt szívják magukba, és később nem lesz ebből probléma. Aminek az a fő célja, hogy a... Mi rendszeresen megjelennek híreink. How to hunt them,
A szakmai akciók mellett nagyon fontos, hogy a nagyközönség is információkat szerezzen a projektről. Összesen 11 olyan akciónk van, ami gyakorlatilag arról szól, hogy a projekt eredményeit megismertessük a nagyközönséggel, illetve célzottan azokkal a szakmai csoportokkal, akiket érint. Webkamera olyan, mint egy valóságsó. Az emberek annyira nagy rajongással nézik a parlagisasoknak, a fiókáknak a felcseperedését, a parlagisasok mindennapjait a fészeknél, illetve alkalmuk adódik arra, hogy megosszák a tapasztalataikat, gondolataikat, mert a kép mellett lehet posztolni szöveget. És ott van például Kelemen esete. Kelemen ugye egy elárvult fióka volt. Miután pótszülőkhöz került, mi felhelyeztünk egy webkamerát a fészek fölé, és Kelemen nagyon szépen csöperedett, de sajnos egyik nap történt egy baleset. Élőegyenes adásban egyszer csak leszakadt a fészek, és ezt a nézők vették észre először. Telefonáltak a szakembereknek, akik azonnal kimentek, és építettek egy műfészket, amiben visszahelyezték a fiókát. Valószínűleg a nézők segítsége nélkül ez a fióka elpusztult volna. A jeladós parlagisasok nyomon követésére egy külön weboldalt is létrehoztunk, a satellitetracking.eu nevű oldalt. Ehhez már sok más projekt, sok más madárfajával csatlakozott, és emellett az a közel 40 parlagisas is itt megtalálható, amit a projekt keretében jelöltünk meg. Az egyik leghíresebb ilyen madár, amit még 2011-ben kapott jeladót, a Panni nevű madár, aki azóta 12 országot járt be. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy most már 5 éve minden egyes mozzanatáról tudunk, és ezek olyan adatokat szolgáltatnak, amik pótolhatatlanok, hiszen nem csak az adott madárról, hanem az egész fajról tudunk így máshogyan nem kinyerhető információkat kapni. Emény az egyik legjobban ismert történetű madarunk, hiszen tojáskora óta ismerjük. Őt a szülei otthagyták a fészekben, mert az emberi zavarás volt a fészek környékén. Emiatt természetvédelmi szakemberek kiszedték a fészekből. Kivesszük, tehát amikor kiüt a csibe, az úgy történik, a tojás tompa végén kiüt, és az órajárásával megegyezően körbe rágja magát. Egy mesterséges keltetőbe helyezték, ott egy másfél hónappal később kikelt a tojásból a fióka. Nem lehet, hogy nagyobb bekajáltál az első ötetésnél? Nem úgy néz ki, hogy egy farkas édes. Szerencsésen visszahelyeztük pótszülőkhöz, akik befogadták. Több mint 30 fészekőrző önkéntes két hónapon keresztül őrizte, hogy sikeresen ki tudjon repülni a fészekből. És ezután kapott egy műholdas nyomkövetőt, és gyakorlatilag az elmúlt két évben több mint 15 ezer koordináta során így folyamatosan nyomon tudtuk követni, hogy mi történik vele, és azt vártuk, hogy idén lett volna ő harmadik éves, ami a parlagisasoknál az első kor, amikor ők először párba állhatnak, illetve fészket rakhatnak. De sajnos ez történt. Ott a területen találta meg a méregkereső kutyánk sajnos ezt is, illetve a két másik rókát is. A jobboldali madár, az a Remény nevű, rajta van a gyűrű, jelölőgyűrű, amit még 2013-ban tettünk a lábára. Ez a másik madár, ez valószínűleg egy hím, Remény ő egy tojó volt, látszik a méretkülönbség is a két madár között. Nagy valószínűséggel mérgezés áldozatául estek mind a ketten.
görcsös láptartás, hányadék a sok madárnak, itt az egyik madárnak olyan gyorsan hatott a méreg, hogy tele volt teljesen a begye, ahogy ezek az állatok kinéznek, nagyon erősen a mérgezés gyanúját felvetik, de ezt a labor fogja majd megerősíteni. Parlagisas, az egy nemzeti érték. Tehát az EU költállomány kétharmada található, hogyha eljön egy madarász Nyugat-Európából, és ott van az az öt top faj, amit ő szeretne látni Magyarországon, a parlagisas közte van, mert ezt nem fogja máshol látni. Itt van a legnagyobb esély Magyarországon, hogy a szabad természetben megfigyelhet egy parlagisast. Ezeket az értékeket mégis felelősségünk, hogy mi védjük meg. Közép-Európában parlagisas, a kerecsensólyom, illetve a túlzok a nagyhatalmak vagyunk. És egy ilyen impozáns madarat, egy ilyen impozáns ragadozó madarat meg kell védeni a magyar államnak. Ő is betölt egy ökológiai nagyon fontos szerepet, tehát ő a csúcsragadozó. Egy apró adállomány is sokkal egészségesebb, sokkal stabilabb, hogyha a megfelelő ragadozó nyomás van rajta. A nagytestű ragadozó madarak kvázi indikátori annak, hogy mondjuk egy rendszer mennyire összetett, mennyire diverz a környezetünk. Egy csúcsragadozónak sose az a célja, hogy kiírtsa a táplálék állatát, hisz akkor ő is elpusztul, neki sincs mit enni. Neki minél kevesebb energiával kell ugye megszerezni a táplálékát, ami azt eredményez, hogy a leggyengébbet, a legkevésbé rátermettebbet veszi ki a rendszerből. Részben lelki kérdés az, hogy az az élővilág, amelyet mi a viszonylagos komoly terület használatunkkal károsítunk, azért kompenzáció járt, de nyilván a biodiverzitás minél magasabb, minél egészségesebb környezetben vagyunk, az én életem, az én gyermekem élete is annál egészségesebb lesz, tehát, és ennek részei ezek az esernyőfajok. Ezek a madarak, ezek egy kerek egésznek a részei. Aki ismeri az ökológiai rendszereket, az tudja, hogy egy ilyen csúcsragadozónak a jelenléte az mindenképpen azt mutatja, hogy itt Magyarország területén egy olyan életközösség van, ami nem csak a természetnek, hanem az embereknek is egy jó körülményt tud biztosítani. Ha a parlagisasért teszünk, hogy az ő fennmaradása megmaradjon, akkor közben nagyon sok más fajért is teszünk. A természetben minden fajnak megvan a maga szerepe, a maga helye. Ahol mondjuk csökkennek a Natura 2000-es jelölő madárfajok, ott gyakorlatilag a gazdálkodásnak a bevétele is csökkennek hosszú távon. Rövid távon nem feltétlen, de hosszú távon csökkennek. Hiszen a jelölő madárfajok ugye pont egy mezei pacsért, amit teszik a területen található rovarfajokat. Hogyha eltűnik az a rovarfaj, mert mondjuk folyamatosan vegyszerezünk, akkor eltűnik a mezei pacsirta is. Mi annyit fogunk látni, hogy eltűnik a mezei pacsirta, de akkor már késő. Az, hogy az emberi tudatlanság, vagy pedig a gazdasági érdek motiválja ezeket a bűncselekményeket, az megint egy olyan dolog, amit nem tudok megérteni. Nekem szívügyem a természetvédelem, és pont azért vagyok Magyarországon, meg azért vagyok itt a járságban, hogy ezt itt próbáljam végezni. Hogyha nem lenne szívügyem, akkor bármikor elmennék bárhova, és próbálnék okoskodni különböző országokban, hogy ezt így kell csinálni, úgy kell csinálni, de azzal nem érném el azt, amit én tényleg sem szeretnék, hogy itt Magyarországon őrizzük meg a természetet, és maradjon meg az a kis maradék, kis természetközeli állapot, amit még nem tudom, hogyan csodájával megmaradt. Mi is a természet részei vagyunk. Nem lehet itt irgalmatlanul szántani, vetni, kemikáliázni, hanem ezekre a dolgokra oda kell figyelni, és valahogyan együtt kéne éljünk azzal a kis maradék természettel, ami még megvan, hogyha azt szeretnénk, hogy békességbe ilyen körülmények között, mint amit, hogy folyik mellettünk a patak, süt a nap, zöldelnek a fák, csicseregnek a madarak, ezt nagyon jó lenne megmutatni az unokáinknak, a dédunokáinknak, meg az utánunk jövőknek. Hogyha ezt a gyepet most beszántják, attól még ugyanúgy lesz fizetése valakinek, mondjuk, aki ezzel foglalkozik, viszont régebben nem így volt, meg kellett őrizni, mert a jószág nem tudott volna mit enni. És akkor volt helyes, úgy gondolom. Tehát előbb-utóbb ki fog merülni a természeti
értéki formálódni a természeti erőforrás, hogyha továbbra is kizsákmányoló gazdálkodást folytatunk. Természetvédelmi őri munka az nem egy munkahely, hanem az egy hivatás. Tehát nem hiszem, hogy ezt a munkát jól lehetne máshogy végezni. Hát nyilvánvalóan, amikor egy pár évvel ezelőtt egy kettős mérgezés volt ezen a területen, amikor utána az egyik jeladós madarat elütötte a vonat, vagy amikor egy lecsapott villanyvezeték alatt ott van az állat, tehát tudjuk jól, hogy mennyi mindenre költünk a világban, és egy szigetelt vezeték már nem tűnik megvalósíthatatlannak, hogy miért nem ilyet terveznek már. Persze olyankor az embernek összeszorul a gyomra, hogy ne. Néha gondolja, hogy szélmaromharc, de ezzel azt hiszem nem nagyon lehet mit csinálni erről. Ilyen az élet, tehát tovább kell lépni és meg kell próbálni újra. Ha senki sem csinálna, akkor megvonhatjuk a vállunkat, hogy majd az egész világ egyszer elpusztult, tehát ugye így is hozzá lehet állni. Hogyha ezt megpróbáljuk csinálni és megpróbáljuk szervezetten csinálni, akkor szerintem lehet eredményeket elérni. Én így a parlagisasokban nyilván ez csak egyfaja több ezerből, vagy a több tízezerből, amivel kell foglalkoznunk itt a Kártnak-medencébe, de én tényleg úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ilyen zászlós hajója a természetvédelemnek, és hogyha azt meg tudjuk mutatni, hogy a parlagisast meg tud élni a 21. században, vagy akár még a 22. is, akkor itt van helye a természetnek a civilizáció mellett. Mese tanulsága. Barátod, ne sértsd meg. Akkor se, ha nem tud bántani a sértett. A bosszút megúszod. Hasznodra nem válhat, mert majd igazságot a sors szolgáltat.